Bot Péter Ákos mondta a minap azt, hogy a 2009-es év egyetlen vívmánya, vagy elismert dolga az, hogy nem következett be az államcsőd, azonban, ha jól tudom, önök megjelentettek egy tanulmányt a 2010-es évi költségvetéssel kapcsolatban, amely önök szerint számtalan olyan trükköt tartalmaz, ami valótlanul plusz jó, vagy valótlanul pozitív képet mutat az országról. Hát én csodálkoznék, hogyha Péter bedőlt volna ennek a viszonylag egyszerű kormány propagandának, ugye, hogy a bajnai kormány elkerülte az államcsődöt. Nem került el, a Nemzetközi Valuta Alap került el. Tehát ha nem kaptuk volna azt a nagyrakás pénzt a Nemzetközi Valuta Alaptól, akkor a Magyarország, ugye az államcsődnek azt hívják, hogy a lejáró adósságát egy ország nem tudja fizetni, akkor Magyarország nem tudta volna fizetni az adósságát. Ez nem kellett a bajnai kormány egyébként, elég volt a Nemzetközi Valuta Alap. Tehát ez egy érdekes történet egyébként, ha még ráérnek, akkor gyorsan elmesélem az államcsőd történetet. Ugye megmondom őszintén, hogy én se gondoltam, hogy közel leszünk az államcsődhöz 2002-2003-ban. Aztán utána azért látszott, hogy ez a nagy költségvetési deficit, ugye, és ez állandóan növekvő adósság, az azért egyre rosszabb helyzetbe sodort bennünket. Igazából ugye az államadósságot úgy kell elképzelni, mindenki megértheti, hogy Magyarország mondjuk 30 éve, 76-ban vette fel a Nemzeti Bank az első hosszú lejáratú hitelt, tehát 34 éve, ugye azt csinálja, hogy amikor lejár egy hitel, tehát törleszteni kell egy részletet, akkor fölveszünk egy újabb hitelt, és abból visszafizetjük az előzőt. Hát ezt egyénileg is lehet csinálni egy darabig, csak az ember nehezebben jut mindig újabb hitelhez. Ennél rosszabb a helyzet, mert amikor kamatot kell fizetni, arra sincs pénzünk, akkor is felveszünk egy újabb hitelt, és abból kifizetjük a kamatot. Most ezt könnyű belátni, hogy ez egy csődbe döntő policy, mert egyszer majd eljön az a pillanat, és ez volt a válságban, amikor nem adtak nekünk hitelt arra, hogy visszafizessük az előző lejáró hiteleket. És akkor elég kellemetlen, hogyha egy ország azt mondja, hogy hát, sorry, de nem tudjuk visszafizetni az éppen esedékes államadósságot. És ezért van a Nemzeti Banknak tartaléka, hogy abból a tartalékból azért egy darabig lehet fizetgetni, hogyha éppen nem adnak hitelt. De konkrétan azok az arányok, hogy a 80 milliárd euró hitelünk van, államadósságunk van, és volt mondjuk 20 milliárd euró tartaléka a Nemzeti Banknak, tehát az körülbelül egy negyed év alatt, vagy hát annál több, mert a 80 milliárdot nem kell egy év alatt visszafizetni, átlagban 3 év a lejárati idő, tehát meg kell újítgatni. No, de elfogyott volna a tartalék, és az nem jó. És ugye a külföldiek is látják, mert ez nyilvános, hogy mennyi a tartalék, minél kisebb a tartalék, annál jobban izgulnak. Most visszakanyarodva az államcsőd történethez, ugye igazából mi észre se vettük, hogy csődben vagyunk, mert ha emlékeznek rá, akkor még azok voltak a hivatalos nyilatkozatok, hogy a válság nem fogja elérni Magyarországot, meg határokon kívül marad, meg nem tudom micsoda. És akkor az Európai Unió látta, hogy hát baj van, mert Magyarország nagy léptekkel halad az államcsőd felé, mert szeptember 18-án vagy 17-én tavaly előtt beszűkült a hitelpiac. Ugye a Lehman Brothers bank csődbe ment, és onnantól kezdve a bankok nem adtak egymásnak sem hitelt, meg nem adtak az országoknak sem hitelt, mert akkor kiderült, hogy a nagy bankok, tehát mindenki csődbe tud menni. Nos, akkor Magyarország hirtelen nem tudott hitelt felvenni. Nicolas Sarkozy volt az Európai Unió elnöke, ugye a francia elnök volt az unió elnöke, és hát nem azért, mert ő magyar származású vagy magyar érzelmű, de ő úgy gondolta, hogy hát ő azt nem engedheti meg, hogy az ő elnöksége alatt egy Európai Uniós tagállam csődbe menjen. És akkor ő szólt, hogy gyerekek, hát baj van, Magyarország ott van a csőd szélén, és hogy valamit csinálni kéne. És akkor hát a Sarkozy fölhívta a Merkel kancellárasszonyt, az osztrák kancellárt, meg a Berlusconi miniszterelnököt, hogy dobjanak össze egy ilyen segélycsomagot Magyarországnak, és húzzák ki a válságból, mert ugye van egy ilyen, nem tudom, hanyas paragrafus az Európai Uniós szerződésben, hogy fizetési nehézségekkel küszködő uniós tagállamokat kisegítenek. Igen ám, de a Merkel, az osztrák kancellár azt mondta, hogy ő benne van, hogyha a Merkel is benne van, vagy Németország benne van. Berlusconi azt mondta, hogy no, és a Merkel meg azt mondta, hogy nein.
Ugye azt mondta, hát mindenki különböző. Merkel azt mondta egyébként teljesen logikusan, hogyha egy ország olyan kormányt választ magának, amelyik csődbe viszi az országot, és ezt Németország kisegíti, akkor minden ország ezután olyan kormányt választhat. Tehát az a dolga az országnak, hogy tanulja meg, hogy ne válasszon olyan kormányt, amelyik csődbe fogja őt vinni. Mert ha felelőtlenül kormányoznak egy országot, és utána Németország kisegíti a bajból, akkor miért kormányozzanak felelősen? Tehát egyébként egy logikus érvelés. És akkor fordult a Sárközi, meg az Európai Unió a Nemzetközi Valuta Alaphoz. Ugye a valuta alapnál jól jött egyébként ez a történet, mert a valuta alap az elmúlt 20 évben mondjuk semmit nem csinált. Jó, Argentinát csődbe vitte, de mondjuk, vagy félrekezelte, de szóval olyan érdemlegeset, tehát ami jó lenne. Na, komolyan mondom, én voltam, ugye minden országban a jegybank elnök a valuta alap kormányzója, tehát van egy ilyen kormányzó tanács, a különböző országok jegybank elnökei, nem ők vezetik egyébként a valuta alapot, hanem a apparátus, csak jól hangzik, hogy ez, de voltam olyan kormányzó tanácsi ülésen, ahol az volt a téma, hogy meg kéne szüntetni a valuta alapot, mert nincs értelme, mert már nincs válság, meg tehát nem szüntettük meg szerencsére. Na most a valuta alap, ugye láss a valuta alap vezérigazgatója, az egy francia úriember, úgy hívják, hogy Dominique Strauss-Kahn, aki az én rossz politikai spekulációm szerint a francia elnök választáson akar majd indulni a Sárközi ellen, mert ez egy szocialista politikus. Ugye hogy hívták az utolsó szocialista elnököt? Mitterrand? Mitterrand elnöknek volt a pénzügyminisztere, és akkor úgy rakták ki a valuta alaphoz. Egyébként sem a pénzügyekhez nem értett, sem a valuta alaphoz, de mindegy, de ő azt gondolta, hogy ő nem engedheti meg az ő IMF elnöksége alatt, hogy az IMF ne lépjen be, és hogy akkor ez nagyon jó lesz. Mert most az egy külön kérdés, hogy ez a Strauss-Kahnnak egyébként volt 2-3 évvel ezelőtt egy afférja egy magyar hölgyel. Ezt úgy hívták, hogy Nagy Piroska. Ugye a Piroska egy volt nemzeti bankos, nagyon attraktív hölgy egyébként, ez a Strauss-Kahnnal együtt élt, vagy mit tudom én mi volt, és ebből nemzetközi botrány keveredett. Nem a Piroska intézte el egyébként az IMF hitelt Magyarországnak, de még pontosan úgy jött ki, hogy mindenkinek az volt az érdeke, hogy Magyarországot megmentsék.